Paksváros önkormányzata és az Atomerőmű Sport Egyesület megállapodást írt alá, melynek értelmében 300 millió forinttal támogatja az önkormányzat az egyesületet. Az erről szóló megállapodást Szabó Péter polgármester és dr. Kovács Antal ügyvezetőigazgató látta el kézjegyével. Az eseményen Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója is részt vett. Két fő cél fogalmazódott meg a szerződésben. Az egyik fő cél az az, hogy a 10-től 18 éves korig terjedő korosztálynak a sportolási lehetőségeit tudja ezzel majd az Atomerőmű Sport Egyesület biztosítani. Emellett a sportrendezvényekre is kiterjed a megállapodás. Az OSEM ezzel a stabil háttérrel továbbra is be tudja tölteni a neki szánt szerepet. Van közel 1500 tagunk, ennek egy kis része, aki élsportoló, az összes többi a szabadidősportoló, és nem csak gyerekek vannak, hanem a tapasztaltabb korosztály is, és tényleg sok rendezvényünk van. Az atomerőmű által befizetett építmény adó egy része az, ami az egyesülethez kerül támogatásként a megállapodás nyomán. Az egészséges munka és magánéleti egyensúly fenntartása érdekében nyilván fontos szerepe van a tömegsportnak elsősorban, hiszen az a 2500 kolléga és a családtagjai, akik az erőmű üzemeltetésében közrejátszanak, számukra ez megfelelő lehetőséget biztosít, hogy a tömegsport szenvedélyüknek éljenek. A jövőben a támogatási összeg 200-200 millió forint lesz évente.